Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és ahogy ígértem, beszélgessünk a sniperekről. Ugye ez minden játékban egy kritikus pont. Aki nem látta a fegyverek megértése első és második rész videókat, ugorjon el a csatornámra, meleg szeretettel ajánlom, hogy nézzétek meg. Tényleg hasznos információk hangzanak el azzal kapcsolatban, hogy megértsük egy kicsit Battlefield 1-ben a a fegyverek működését, ha netán ott vagy, hogy nem úgy megy ez a játék, mint BF4, és miért nem megy úgy, azokban a videóban esetleg választalás arra, hogy miért nem. Na de viszont, ahogy mondtam ugye a fegyverek megértése másik részben, a sniperek egy olyan széles több stílust engednek meg, és egy széles rétegben lefedik a játékosoknak a stílusait. Mire gondol ez alatt? Egy kicsit megcsavarjuk a dolgot. Egy olyan dologra hívom fel a figyelmet, esetleg, ami e, nagyon egyértelmű, mégis mindig arra feledkezünk meg a leginkább. És, és úgy veszem észre, hogy Battlefield-ben pusztán megszokás miatt, mert az eddigi Battlefield-játékokban nem így volt. E, egy olyan stílust erőltetnek, illetve nem baj, hogy egy olyan stílust erőltetnek, tehát megvan a játékosoknak a megszokott csipa stílusú játéka, ezt akarom mondani. Tehát, mire gondolok, itt kiválasztja a kedves csipát, fölrohal vele a hegyre, kinézi magának, lerakja a kis sildjét oda, kinéz rajta és piu-piu-piu, lövi távolról az embereket. Na most, eljött a Battlefield 1-nek az ideje, ahol ez mind a feje tetejére állítható. Mi történik valóság Battlefield 1 ugye? Mindenki imádja a csipákat. Nyomsz egy tabot, ránézel a játékos listára, és azt látod, hogy a csapat 3 4 egy csipa, és öm, van egy support, van egy egy medik, ha szerencséd van, és a többi az mind asszoltos, és mikor ott te játszanál, érted, és, és, és és azon morfondíroz, hogy mi a ráké nincs medik ebbe a tetves játékba, hát azért, mert az a fegyverekhez rengeteg türelem kell és gyakorlás, hogy igazán úgy játszál vele, eh, ahogy hogy tényleg eh, megszeresd azt, azt, a medik eh, kapacitású fegyvereket. Na de viszont a sniper ugye az a legkönnyebb most Battlefield egyben, és egyben az egyik legnehezebb is. Mit látok Battlefield 1 ben Tényleg az van, hogy mindenki kiválasztja a csipáját, fölról vele a hegyre, és onnan boldogan kempel, Ami meg nem hal. Viszont BF1-ben nem hiába léteznek ezek az úgynevezett uh, marksmen, bocsánat, ezek az úgynevezett infantry Sniperek is. De egy kicsit, mielőtt erre rátérek, egy percen belül beszélgessünk a sebzésekről, amit a csipák megengednek. Például az SMLI Marksman, illetve a Gewehr Marksman, és még egy-két másik, ugye, sniper, tudjátok most már, hogy váltól fölfelé, tehát fölső melkasztó fölfelé, fejig, one shot kill. Meglövöd, de nem muszáj fejest adja, ha ott eltalálod, az halál. És ami nagyon fontos, hogy most tisztában kell légy ezzel a dologgal, kivételesen, mert ugye BF4, BF3 anyám kínjában mindig csak, csak és kizárólag fejes volt az, ami beadta a kilt elsőre, de itt most mivel, hogy nem, tisztában kell légy egy picit, a fegyvereknek a golyó ejtésével, illetve hogy golyó ejtésnél melyik az a távolság, ahol már akkor droppol a golyó, hogy már tényleg kicsit fog sebezni, de ez úgy gondolom, hogy idővel erre rá fogsz jönni, és ezért változott meg az egész Battlefield, és ezért ez az ok, úgy gondolom, amiért az emberek a csipákhoz nyúlnak, mert one shot kill, és beadja, és megdöglik, és nem kell p -p 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 nyomogasd az egér gombot, mint a hülye. Nem kell azzal kiló, hogy ez a fegyverre az van ráírva, hogy a uh, izé, tudom én, milyen trench gun, és ezzel nem lehet lőni zoomolva. Azért, mert az emberek nem szokták meg azt, tehát azt szokták meg, hogy a fegyver, amit felvesznek kézbe, és az úgy lesz jó, ahogy ők erőltetik, ami az ő stílusuk, és és kiderül, hogy nem. És akkor kipróbálja a snipert, mert kipróbálják a snipert, és anyád, ez beadja, anyád már így is beadja, és, és ezért nyúlnak sniper. Ez viszont a sniperben sokkal, sokkal több potencia van bf 1 mint a többiben. Mégpedig azzal, hogy megjelentek a Marksman sniperek. Bocsánat, már megint Marksman mondok. Mégpedig azzal, hogy megjelentek az infantry sniperek. Az, azok a sniperek, amiket nincs scope. Ugye? Akik e, shooter veteránok, és eljutottak olyan, fegyvere, olyan játékokhoz, mondjuk COD 2, COD anyám kínja, ott voltak az egylövetőek, és most ez az, amire szeretném felhívni a, figyelmi, a figyelmet a, a, az esetlegesen Battlefieldbe Ö, szűkült játékosoknak, hogy a cod2, cod1, cod5-ben is jelen voltak ugye ezek a fegyverek, és ott mi, azok a jelkesi kódot, mit csináltunk? Megfogtuk ezeket a franco-1 scope, semmi, semmi nem volt rajtuk, és rásoltunk velük, mint az őrület. Mire engedett ez ö, következtetni? arra, hogy a snipernek adódó, amivel, hogy one, sheet, one, one shot, one kill című történet volt, bármilyen játékstílust játszhattunk. Ha akartuk, a sniper távolról sniper volt, ha akartuk, közelről shotgun volt, ha akartuk, középtávról, ö, akkor gépfegyver volt. Miért? Mert minden távon minden killt beadott. Ezért. És uh, most Eljött a Battlefield 1. elhozta ezt a világot. Elhozta ezt a pure, ezt a tiszta rás világot a sznipereknek is. Ugye, Battlefield 4-ben is vannak olyanok, és vagytok olyanok, tudom, akik szeretnek benyomulni a. A, a tömegbe, és lőni, mint a hülye, csak néha egy probléma van ott, az a bizonyos zoom, az a quick scope, az a, az a valami, és az néha megakadályoz, hogy elérjük azt a tökéletes játékszílust, amit szeretnénk. Na de ezzel igazi csapatjátékos lehetsz, igazán benne lehetsz a csapatba, hogy kiválasztasz, tegyük fel egy infantry fegyvert, és benyomulsz, és, és csinálod a dolgodat a pályán, pont úgy, ahogy a többiek csinálnák. És akkor itt kérdezhetik, ó, -e, ó, oh, oh, nekron, nekron nah, igen, igen, de az infantry fegyverek azok nem adják be elsőre. Ez így van. Viszont az infantry fegyverekkel közeltávon, középtávon könnyű célozni. Könnyebb, mint egy bezúmolt fegyverrel célozni, mert nem veszíted el a pálya koordinációt. És amit nem fejezel be sniperrel, be tud fejezni KP-val ebben a Battlefieldben a KP, a Battlefield 1-ben a KP az Atya Úristenet szeres, csókolgos, törölgest és esténként rávered. Mert ez ment meg a haláltól, főleg egy sniper esetében. Lősz egyet, ha nem adja be elő a KP, pif, 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 ezt kell gyakorolni, ezt kell gyakorolni, és a sniper ezáltal, főleg az infantrik egy olyan játék és olyan élménydús, sikerdús játékhoz vezetel ha megfogod az infantrit, bemész, nyomulsz, rásolsz, sarok mögül, kilövödös egy városi környezetben például, ha infantrival mész, ennél fe felemelőbb sikerélményt nem kapsz. <laughs> Komolyan mondom, tehát az, amikor egy, egy ilyen egylövetővel beadja elsőre, ö, és megtanulsz egy olyan stílusban játszani, egy olyan újfajta rásjátékot vagy netán ö, egy ilyen fél agresszív sniper stílust, amit lehet képz, ö, képviselni az infantry ö, sniperekkel, hogy, hogy tényleg ettől jobbat nem kapsz, és, és vidd magaddal azt a másodlagos fegyvert, és lőj és fejezd be azzal, is elképesztő eredményeket érsz el, ha netán Ugye Málkásztól föl fejig találod el őket, akkor beadja ráadásul kélek, Fantasztikus élménydús játéko játékokat lehet vele elérni. És úgy érzem, hogy ez is volt valahol a cél, hogy Battlefield egyben ezt akarták visszahozni, ami egy kicsit régen volt a kodokba ezekkel a fegyverekkel, hogy, hogy egyrészt átsábítsák a játékos réteget természetesen, és, és hozzanak egy, tudjanak hozni egy pörgős játékot. Szóval ajánlom szeretettel tényleg az infantry változatait a snipereknek próbáljátok ki, mert hozzávezetnek, hogy ráébredjetek egy olyan rétegű stílusú játékra, ami később tökéletesen ráalkalmazhatod a többi uh, kasztra is, a medikre, a supportra és az asszoltra is. És a sniperek hozzávezető tanuló út lehet, ha így tetszik. Köszönöm a figyelmet, következő videóig, sziasztok!